Elfogadták Kelemen Márton alelnök lemondását a Maros megyei tanács mai ülésén. Az RMDSZ-nek járó alelnöki funkció egy hónapig betöltetlen lesz, mivel utódját Szabó Árpádot csak a következő tanácsülésen nevezhetik ki. 30 mellette egy tartózkodással fogadta el a Maros megyei tanács Kelemen Márton lemondását. A volt alelnök szakmai és magánéleti okok miatt döntött úgy, hogy visszavonul, a mai ülésen már nem is vett részt. Az RMDSZ megyei szervezete Szabó Árpádot javasolta a tisztségre, aki korábban már betöltötte ezt a funkciót. Az új megyei alelnököt várhatóan a júniusi ülésen nevezik ki. Gondolom, hogy ismerem nagyjából a megyei tanácsnak a tevékenységét is. Gondolom, hogy a kollégákkal, úgy a tanácsos kollégákkal, mind a végrehajtókkal fogunk tudni dolgozni, hogy a megyének a terveit, amik vannak és amik lesznek, hogy megvalósítsuk. Kelemen Márton megyei tanácsosi mandátumáról is lemondott, helyét várhatóan Gál Ernő segesvári tanácsos, a helyi RMDSZ szervezet elnöke veszi át. Vállalkozásra tekintek, valószínű új munkakör lesz, de ugyanakkor sajnálom azt is, hogy ezt az évet itt most már itt hagyom a városi tanácsot, 19 évet dolgoztam itt, munkálkodtam. Valószínű új kihívás lesz, és állok elébe. Gál Ernő le kell mondjon segesvári tanácsosi mandátumáról, kinevezésére várhatóan szintén júniusban kerül sor.